A Báteszéki körzeti óvodába járók az év folyamán rendszeresen megfordultak a tanúszadában. Évek óta folyik úszás tanítás, melynek célja, hogy az apróságok olyan vízbiztonságot szerezzenek, hogy ne lehessen semmilyen probléma egy esetleges nyaralás vagy úszadalátogatás esetén. És az sem mellékes, mondja el Nagy Ákos edző, hogy kapnak egy alapot a továbbiakra. Mind a 80 ovis, aki hozzánk járt, az kapott egy olyan alapot, egyrészt, amivel vízbiztonság érzetét tudjuk kialakítani, tehát ezek a gyerekek 99%-ban vízbiztosak. Tehát én azt mondom, hogy a 80 gyerekből talán 2-3 olyan van, aki nem merül még biztonságosan, de alapvetően boldog a vízbe. A többi 99% az vízbiztos, azaz azt kell mondanom, hogy az iskolába nem fog problémát okozni, amikor majd először a vízbe mennek. Tehát nem egy vízhez szoktatással kell kezdeni az első évfolyamot, hanem már erre tudnak ráépíteni az iskolai testnevelők. Az iskolai véget ér, de az úszodában folyik tovább az élet. Jó néhány családban gondolták azt, nem elég évközben úszással foglalkozni, rá lehet erre gyúrni a nyári táborban. 6 év óta minden nyáron folyik a megerősítő foglalkozás, jelentős kereslet és siker mellett. Azok a gyerekek, akik most táboroznak, ők évközben is rendszeresen jártak úszni heti egy alkalommal, vagy az Ákoshoz, ugye, vagy hozzám. Vegyes a korosztály, vannak nagy csoportos óvodások, illetve kisiskolásaink is, és elsősorban nekik biztosítunk lehetőséget arra, hogy nyáron, amit évközben ugye megtanultunk, tovább fejleszthessék. Van, akinek az elején nehézséget okoz, tehát vannak gátak, hogy félnek a víztől, de nagyon gyorsan ezen túllendülnek, és utána tényleg ki se lehet őket venni szinte a vízből, van, hogy az egy órás edzés is rövid, mert még maradnának szívesen. Most már második éve két turnust is kell indítanunk, hogy minden jelentkezőnek lehetőséget tudjunk adni, és még így is van sokszor, hogy vissza kell mondanunk gyerekeket, mert tényleg olyan sok a jelentkező szerencsére. Nagyon szeretnek a gyerekek jönni, délelőtt mindig van egy órás úszás, sorversenyek, játékok. De nem csak a játékra figyelnek a nyári táborban. Beborulsz, feljössz, ki az arca vízből, levegőt veszel, megnézel, hol van a legközelebb part, és kiúszol. Jó, ennyi lesz a feladat. Szóval a legfontosabb, amit ebben a táborban meg lehet tanulni, az, hogyan lehet különböző veszélyhelyzetekből kimenekülni a vízpartra. Ezzel a tapasztalással számos tragédia megelőzhető, hiszen nem fog a gyerek kapkodni, ha leesik a gumiatracról, vagy éppen kibillen a csónakból. Jöjjön oda, arra belegúlsz, felúszol, feljössz, levegőt veszel és kiúszol a partra, ami közel van. Ebben az 5 napban ugye intenzívebb az úszás oktatás, mint mikor heti egyszer vesznek részt, és sokkal nagyobb is a fejlődés, tehát ezt látjuk a gyerekeken, hogy az 5 nap alatt ugrásszerűen fejlődik az úszás tudásuk. Hát az a célunk, hogy minél vízbiztosabbak legyenek a gyerekek, illetve a technikájukat javítsuk, akinek már van egy biztos alapja. Illetve a nap során tanulunk a fürdőzési szabályokról is, illetve a strandon ők mit tudnak tenni a biztonságos fürdőzés érdekében. Nekem most a táborban az a célom, hogy tényleg minél tudatosabb fürdőzővé neveljem a gyerekeket, és szerintem ezt nagyon fontos elkezdeni már óvodáskorban. Illetve az, hogy minél nagyobb vízbiztonságot szerezzenek. Ennek érdekében nagyon sok ilyen szituációs gyakorlatot csinálunk, hogyha belesik a mély vízbe, vagy lecsúszik az úszógumiról a matracról, hogy tud kiúszni, ne essen pánikba, mert ha ezt itt most begyakorolja, akkor egy ilyen éles helyzetben is tudni fogja, hogy mit tud ő tenni. Réga azt mondja, egyéb iránt a felnőtteknek se ártana begyakorolni ezeket a helyzeteket, lehet, hogy jelentős segítség volna egy adott szituációban arra, hogy ne történjen tragédia, mert sokan nem tudják az önmentési feladatokat végrehajtani egy veszélyhelyzetben. És hát persze, azért a háttérben ott van az utánpótlás kieresés szándéka is, hiszen akiknek beépül az életébe a rendszeres úszodalátogatás, azok nagy valószínűséggel meg is maradnak ebben a közegben. Hát akik már óvodáskorban is jártak egy vagy két évet úszni, azok általában iskoláskorban is folytatják, és most a kisiskolás korosztályban nagyon sok gyerkőcünk van, több mint szerintem 30-40-en is vannak a héten edzéseken. A legtöbben már jártak hozzánk az óvodában is. A báteszéki úszósport töretlenül képzi az utánpótlást. A mostani versenyző gyerekek jelentős része ugyanilyen oviusz is volt, mint a mostaniak.
a jövő látva nagy létszámot továbbra is biztosított, akiből pedig nem lesz versenyző, legalább biztonságosan mozog majd a vizek mentén.